Köszöntöm nézőinket, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel beszélgetünk itt a Rathgeber Akadémián, ahol egy alapkőletételre érkezett. Mit vár a kormány ettől a beruházástól? Mi azt gondoljuk, hogy a sportnak nemzet stratégiai jelentősége van. Hogyha valaki végigköveti a 2010 óta eltelt időszakot, akkor láthatja, hogy az országban folyamatosan épülnek és újulnak meg a sportlétesítmények. Láthatja azt, hogy a földből kinőnek sportcsarnokok, stadionok, úszodák, jégcsarnokok. Nyilvánvalóan egy egészséges, önbizalommal teli nemzet esetében a sport az egyik legfontosabb alap. A sportnak kultúrateremtő ereje is van. Ugye 2012 óta mindennapos testnevelés van az iskolákban, tehát minden fiatal minden nap legalább 45 percet mozog. Erre épül az első célkitűzésünk a háromból, hogy minél több gyermek és fiatal kezdjen sportolni. A második célkitűzésünk, hogy ezt minél kulturáltabb és nemzetközileg is versenyképes körülmények között tehesse. Harmadikként pedig célkitűzésünk az, hogy minél több fiatal, minél több a sportban eredményeket elért világsztárt láthasson testközelből, ezért is rendezünk sok nagy nemzetközi sporteseményt. És ugye a sportágak között is nyilvánvalóan vannak kiemelt sportágak, amelyeket többen űznek, amelyek népszerűbbek az egyéb sportágaknál. A kosárlabda nyilvánvalóan ezek közé tartozik, a világ egyik legnépszerűbb, és ezen belül Magyarország egyik legnépszerűbb sportágáról is beszélünk. És hogyha az a kérdés merül fel, hogy hol legyen a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, akkor nyilvánvaló, hogy ennek egy olyan helyen kell lennie, amely a kosárlabdázás egyik magyarországi, sőt európai fellegvárának tekinthető. És hogyha főleg a női kosárlabdáról beszélünk, akkor egyértelmű, hogy ez itt van Pécsett, ahol most már ugye nem csak a női, hanem a férfi kosárlabda is kifejezetten magas színvonalat ér el. Rathgeber László neve garancia, nem is kérdés, úgyhogy amikor döntöttünk arról, hogy legyen itt Nemzeti Kosárlabda Akadémia, akkor egyértelmű volt, hogy a kormány beáll ezen kezdeményezés mögé, és örömteli látni, hogy a hármas célkitűzés, minőség, jó létesítmények, tömegesítés, az folyamatosan teljesül. Mit várnak egyébként ettől a rehabilitációs és regenerációs központtól? Ugye ma már a sport másról szól, mint mondjuk néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt. Ma már a sport egyértelműen tudomány is. Ma már a sport és az egészségügy egymástól elválaszthatatlanok. Sok esetben az egészségügyi csapatokon múlik, hogy egy-egy játékos keretben éppen kire számíthat az edző, vagy kire nem. Ezért nyilvánvaló, hogy a sport egészségügyi és sporttudományos háttér az egy versenyképességi kérdés lett. A nemzetközi sportban ma már egy nagy sportközpont, főleg az utánpótlásról szól, nem képzelhető el sportegészségügyi háttér nélkül. Ahogy Rathgeber László elmondta, az nyeri a meccseket, aki jobban kipiheni magát előtte. Magyarul ahhoz, hogy egészségesek lehessenek a magyar fiatal sportolók, a magyar fiatal kosárlabdázók, azt folyamatosan biztosítani kell a tudományos hátteret. Ma leraktuk az alapkövet, rövid időn belül megkezdődik az építkezés és az új, több mint 400 négyzetméteres sportegészségügyi rehabilitációs és regenerációs központtól azt várjuk, hogy mindazok a fiatalok, akik itt pallérozódnak majd a Pécsi Kosárlabda Akadémián, azok mindezt egészségesen tehessék. Nem csak ezért érkezett Pécsre, hanem a Softflow nevű cégnek a kutatólaborját is átadta. A kormány kutatásfejlesztésre mennyit áldoz, kiemelt szerepe van ennek Pécsnek ebben, hiszen itt van az egyetem is, és sokan számolnak ezzel. A világjárvány sok ország gazdasági fejlődését törte gyakorlatilag derékba. Magyarországon hála Istennek ez nem következett be, tekintettel arra, hogy nem szociális alapú, hanem beruházás támogatás alapú gazdasági választ adott a magyar kormány azokra a kihívásokra, amiket gazdaságilag hozott magával az egészségügyi világjárvány. És volt egy olyan folyamat, amely a magyar gazdaságban megindult már a világjárvány előtt,
ez a magyar gazdaság dimenzióváltása, ami azt jelenti, hogy egy termelésorientált gazdaságból egyre inkább egy kutatásfejlesztés innováció által vezérelt gazdasággá váljunk. Ez is könnyen áldozatává eshetett volna a világjárványnak, de nem így lett, mert a világjárvány alatt is számos nagy vállalattal meg tudtunk állapodni arról, hogy kutatásfejlesztési, innovációs, kiválósági központokat hozzanak Magyarországra. A korábban megállapodott beruházások sem álltak le, mint például én 3 éve tárgyaltam a Softflow-val erről a magyarországi beruházásról, tehát ezek sem álltak le, megtörténtek. Így a világjárvány dacára a világgazdaságra gyakorolt mindenfajta negatív hatásának Magyarországon felgyorsította a gazdaság dimenzióváltását, tehát ma a magyar gazdaság az egy magasabb hozzáadott értékű, magasabb kutatásfejlesztési tartalmú, magasabb technológiai színvon alatt felvonultató gazdaság, mint volt a világjárvány előtt. Most ahhoz képest, hogy komplett gazdaságok mentek csődbe az elmúlt másfél évben, ez egy óriási eredmény, és ebben Pécsnek, a Pécsi Egyetemnek, FOSZ vállalatnak és annak leányvállalatának, a Softflow-nak nagyon fontos szerepe van. Itt most egy olyan kiválósági központ jött létre, ahol 88 új munkahelyet teremtettek 2 milliárd forintos beruházással, 773 millió forintot adott a kormány visszanemtérítendő támogatásként, sok PhD is dolgozik a csapatban, és ennek az a jelentősége, hogy egyszerűen a magas végzettséget szerzőknek nem kell külföldre menni ahhoz, hogy egy világszintű innováció kidolgozásában vegyenek részt, hanem elég itt maradni Pécset. Hiszen itt egy olyan élelmiszeripari kutatásfejlesztési kiválósági központban dolgozhatnak, ahol a világ, nem túlzunk, a világ élelmiszerbiztonságának szavatolásához szükséges eszközök, műszerek, technológiák előállítása zajlik, hiszen a világpiacra kerülő gabona 80%-át és a komplett világpiacra kerülő tejtermékek 85%-át azt a FOSZ műszereivel ellenőrzik, azon a szerver működésen alapulva, amelynek a technológiai fejlesztése így zajlik Pécsett. Ez egy óriási dolog szerintem. Az előbb említette már itt a világjárványt, sokan azt mondják, hogy Kelet-Európa lehet a negyedik hullám gócpontja. Hogy látják ezt? A magyar kormány mit tud tenni, hogy Magyarország kimaradjon ebből? Hát nézze, szerintem a válasz egyszerű is, meg bonyolult is. Egyszerű, hiszen már világossá vált, hogy ha van olyan területe a világjárvány elleni küzdelemnek, ahol nagyjából a világ teljes tudományos közössége konszenzusra jutott, akkor az nem más, mint az oltásoknak a területe. Tehát, hogyha minél többen be vannak oltva, annál jobban meg tudjuk úszni a negyedik hullámot. Ez így elmondva egyszerű. Végrehajtani kicsit bonyolultabb, mert megmondom őszintén, én magam sem értem pontosan, hogy miért, de még mindig van jó pár olyan magyar ember, aki nem kéri az oltást, dacára annak, hogy van oltás, dacára annak, hogy gyorsan meg lehet kapni, nem kell többet rááldozni mondjuk, mint bruttó 1 óra, ingyen van az oltás, életet ment az oltás, tehát én nem tudom, hogy még milyen érvet kellene felsorakoztatni annak érdekében, hogy az emberek oltakozzanak. Szerintem minden tiszteletet megérdemel az a most már lassan 6 millió magyar ember, aki felvette az oltást, nem csak a saját egészsége miatt, hanem az egész magyar társadalom, a nemzet megvédése érdekében, mert minél többen vannak beoltva, annál kevesebben fognak egészségügyi ellátásra szorulni, annál kevesebb terheléssel tud működni az egészségügyi rendszerünk, annál jobban el tudja látni azokat, akik sajnos mégiscsak nehéz helyzetbe kerülnek, de még egyszer mondom, az, hogy milyen súlyos következményekkel jár a negyedik hullám Magyarországon, az kizárólag attól függ, hogy hányan maradnak oltás nélkül. Ezért szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy lássa át a saját felelősségét ebben a kérdésben, és ha még nem kérte az oltást, akkor vegye fel. Én magam is voltam covidos, még azelőtt, hogy fel lehetett volna venni az oltást, szörnyű volt, nem kívánom senkinek. Én ezért is, amint lehetett, kértem az oltást, abba reménykedem, hogy ezt minél többen meg fogják tenni. Szeretnénk, hogyha a negyedik hullámot úgy át tudnánk úgy vészelni, vagy túl tudnánk élni, hogy ne kelljen korlátozó intézkedéseket bevezetni Magyarországon. Szeretnénk, hogyha a gyerekek járhatnának iskolába, az emberek mehetnének dolgozni. Mindenki emlékszik azokra a hónapokra, amikor a gyerekek nem mehettek suliba vagy oviba, a szülőknek el kellett látni őket, közben dolgozni is kellett menni. Tehát nem lenne jó, hogyha megint ilyen helyzetekkel szembesülnénk.
Kötelességünk egyébként a környező országokat segíteni. Itt most a napokban Románia kapott tőlünk 40 lélegeztetőgépet. Hogyne, folyamatosan segítünk a környező országoknak, és nem csak a környező országoknak, egészen egyszerűen azért, mert ha valami, akkor a világjárvány bebizonyította, hogy óriási kölcsönhatásban van egymással a világ szinte minden országa. Tehát olyan nincs, hogy a mi védekezésünk sikeres, a szomszédé meg sikertelen. Egyszerűen az élet a maga természetes rendjét követi, az emberek járnak egymáshoz, kapcsolatban vannak egymással. Nyilvánvaló, hogy ha sikeres a szomszéd védekezése, az segít nekünk is. Arról meg nem is beszélve, hogy az olyan, hogy aki nehéz helyzetbe kerül, az számíthasson a szomszédok támogatására. Ne adja Isten, hogy egyszer majd mi is segítségre szoruljunk, de nyilvánvalóan bele tudjuk élni magunkat abba a helyzetbe, hogyha valaki mondjuk segítségre szorul. Tehát természetesen a Romániának segítettünk Ukrajnának, segítettünk a szlovákoknak, hogy csak a szomszédokat mondjam, de küldtünk vakcinaadományokat Afrikába, Ázsiába. Most legutóbb segítettünk Lettországnak is, amikor európai keretben kért segítséget a védekezés sikeréhez. És nézzem, megmondom, hogy jobb, hogy tőlünk kérnek segítséget, mint hogy nekünk kelljen segítséget kérni. Tehát még itt csengenek a fülemben azok a bírálatok, amikkel szembesültünk például a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése kapcsán, ugye amikor lélegeztetőgépeket vásároltunk. Én továbbra is azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha akár ezerrel több lélegeztetőgép van, mint amire végül szükség lett, mint hogyha csak egyen lenne kevesebb ahhoz képest, mint amire szükség van. Az oltások kapcsán is azt gondolom, hogy ha ott az elején, tehát mondjuk tavasszal, nyár elején nem tudtunk volna nagy mennyiségű oltóanyagot vásárolni keletről, amikor az emberek oltakozási hajlandósága magasabb volt egyszerűen talán a válság érzet miatt, akkor ma nem lennénk ilyen átoltottsági szinten. Arról nem is beszélve, hogy nem tudtunk volna két hónappal előbb nyitni, arról nem is beszélve, hogy akkor nem tudtuk volna megspórolni azt a napi 30 millió eurót, amit a gazdaságkárként elszenvedett, de itt vannak azok a beruházások, amiket annak érdekében hajtottunk végre, hogy tudjunk magunk maszkot gyártani, tudjunk magunk lélegeztetőgépet gyártani, vettünk teherszállító repülőgépet, mert annak köszönhetően akkor hoztuk el az oltásokat, amikor elkészültek, nem akkor, amikor egy-egy nagy nemzetközi szállítmányozó cég ráért. Tehát én azt gondolom, hogy ez a világjárvány azt is megmutatta, hogy az az ország, amely a stratégiai képességek hiányában van, az egy válsághelyzetben óriási nagy bajba kerülhet. Mert azok a képességek, amiknek a fenntartása úgymond békeidőszakban teljesen észszerűtlennek tűnik, az életet fog menteni a válságidőszakban. És az állami tevékenységnek az eredményességét azt nem szabad kizárólag gazdasági, pénzügyi, üzleti szempontok szerint megítélni, hanem igenis szükség van a stratégiai típusú gondolkodásra is. Utolsó kérdésként a tér közelettével a Covidon kívül még egy dolog foglalkoztatja az embereket, hogy lesz elég gáz. Itt ugye Ukrajna összerúgta a port az oroszokkal. Magyarország mire számíthat? Hát én azt gondolom, hogy Brüsszelben óriási hibákat követtek el az elmúlt hónapokban, nyilván több területen is, de az energiaellátás területén is. Ugye itt van egyből ez a gáz ellenes álláspont. Ugye amikor zöld fordulatról, Green Dealről beszélünk, akkor mi azt támogatjuk természetesen, mert ki ne akarna tiszta vizet, tiszta levegőt, ki ne akarná normális állapotban a bolygót az utódaira hagyni. Na de az a fajta ilyen dogmatikus hozzáállás, amit néhányan Brüsszelben mutatnak, az gyakorlatilag a teljes hitelességét veszélyezteti, és a sikerességét ennek a bizonyos zöld fordulatnak, vagy a zöld céloknak való megfelelésnek. Tehát a gázellenes álláspont azt nem óriási nagy baj volt, mert jól látszik, hogy mielőtt áttérnénk a jövő energiahordozóira, addig kell valami átmenet, és a gáz erre tökéletes. Az itt van a nukleáris erőművek bezárása, teljes politikai képmutatásból, holott világos, hogy a nukleáris energia az egy tiszta és biztonságos módja az energia előállításnak, ráadásul fenntartható módja az energia előállításnak. Hogyha a nukleáris energiát nem számoljuk bele az igénybe vehető energiaellátási módok kategóriájába, akkor nem tudunk zöld fordulatot elérni. És itt van bizony az Oroszország közötti kapcsolat rendezetlensége, ami megint csak problémákat okoz, de ugyanakkor meg
értem én azt, hogy Brüsszelben próbálják két szóval elintézni, hogy mi a baj, és azt mondják, hogy Vlagyimir Putyin, de ez nagyon olcsó, nagyon egyszerű, és a valósággal azért nem mindenben egyező álláspont, hiszen látszik az, hogy a nagy LNG szállító cégek mind nagyon sok Európába irányuló szállítmányt átirányítottak Dél-Kelet-Ázsiába, mert ott óriási pénzeket tudnak most ezen keresni. Látszik, hogy európai országok nem hoztak, hogy is mondjam, előremutató döntéseket akkor, amikor a saját gáztározóik feltöltéséről volt szó. Mi magyarok 80% fölötti feltöltöttségi szinten rendelkezünk, de ez bőven az európai átlag felett van, tehát számos európai ország egyszerűen nem volt elég előrelátó, vagy nem volt elég óvatos. És ugye itt van a mi esetünkben a hosszú távú gázvásárlási megállapodásunk, amit ugye szeptember végén írtunk alá, október 1-től már ennek alapján kapjuk a gázt Oroszországból. Ez garantálja, hogy minden évben 4,5 milliárd köbméter földgáz megérkezik Magyarországra, ez a lakossági fogyasztást teljes egészében befedi, és ez a szerződés garantálja azt is, hogy a rezsiköltségeket alacsony szinten tudjuk tartani, és a rezsicsökkentésnek a vívmányait azt meg tudjuk tartani. Tehát mi magyarok biztonságban vagyunk, mert elvégeztük a házi feladatunkat, sőt, építjük a nukleáris erőművünket Pakson, újabb napenergia kapacitásokat hozunk létre. Van hosszú távú gázszerződésünk, tehát mi mindent megtettünk, ami az európai mainstream-mel teljes egészében szembe ment. Olyan ez kicsit, mint a migráció. Aki szembe ment az európai mainstream-mel, az meg tudta védeni magát, aki az európai mainstream-mel haladt, ott most párhuzamos társadalmak vannak, és ugyanez van energia területén is, aki szembe ment az európai mainstream-mel, az biztonságban tudhatja magát energiállátás szempontjából, aki az európai mainstream-mel ment, ott meg vannak kihívások. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!